Ceglédi kérdezi. Nem a megszokott témák, nem a megszokott kérdések. Közéletről másképp. Ceglédi Zoltánnal. Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a Spirit FM hallgatóit, a szerkesztő Nagy Teodóra nevében is. Én Ceglédi Zoltán vagyok, és ez itt a Ceglédi kérdezi című műsor. Az utolsó karácsony előtt a mai műsor igazából egyetlen speciális karácsony történetéből született, illetve a gondolat, hogy ezzel foglalkozzunk, 1944, amely karácsony tulajdonképpen a létező Budapest történelmének pont a felénél van. Budapest megalapításától mostanáig megfelezi azt az időegyenest, amiről egyébként ma beszélni fogunk. Ennek a karácsonynak a történetét Merker Dávid mesélte el nekem, és annál is inkább van apropója a beszélgetésünknek, hogy egy könyve is megjelent, Konyolcsik Borbálának és Merker Dávidnak, a Hosszú lépés Budapesten című. A mai műsorban viszonylag sokat fogok felolvasni, de nem az a tervem, hogy ezt ismertessem, hanem hogy Merker Dávid meséljen Budapestről, a kezdetektől egészen mostanáig. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én köszönöm a meghívást. Mivel foglalkoztok ti pontosan? Mit jelentenek ezek a városi séták, amelyek az alapját adták ennek a könyvnek? Mi városi történeteket mesélünk el. Tehát a Budapesttel foglalkozunk, illetve most már más városokkal is, és azt mondjuk el, azt mutatjuk meg elsősorban sétákon, de most már nem csak sétán, hanem könyvben is, más programokon is, hogy hogyan lehet egy várost igazán élvezni, hogyan tudjuk magunkat otthon érezni benne, és a séták erre nagyon jó eszközt jelentenek. Egy évben szerencsére most már több tízezer ember szokott velünk sétálni, akik így fedezik fel a saját otthonukat. Ez nagyon izgalmas, mert ez nem turizmus, tehát van egy ilyen képünk, ami azt mondja, hogy városnézés ahhoz az idegen vezető menni. A sárga esernyővel, igen. Pontosan, igen. Na most nálunk nem csak esernyő nincsen, idegenvezető sincs, bár maga az idegenvezető szó is nagyon jól jellemzi, hogy mi is a probléma ezzel, mert ugye az angolul guide nagyon más, mint az, hogy idegenvezető, ebben minden benne van, amit mi nem szeretnénk. Nem idegenekről szól, és nem vezetjük őket, hanem együtt sétálunk. Ebben a könyvben, ebben négy séta adja az alapját egy történetmesélésnek, és Budapestről szól igazából, tehát budapesti négy sétáról. Mi ez a négy séta? Ez a négy séta, ezek nem olyan programok, amilyeneket egyébként megszervezünk. Tehát mi nagyon szerettünk volna átadni csomó mindent, amit kutattunk, amit felfedeztünk, merre szeretnénk elindulni, csak a sétának, a szervezett sétának vannak nagyon világos keretei, 2 óra, 2 kilométer, a fölött ez nem igazán élvezhető, hanem egy emberkísérlet lenne, és ezek sokkal hosszabb, mélyebb, lélegzetű, nem is kell feltétlen sétálni, tehát otthon is elolvasható, és ugyanúgyan élvezetet nyújtó programok. Viszonylag szabad asszociációval kezeljük ezeket a helyszíneket, tehát van négy témánk, az egyik az egy Budapest a zsidó arcát mutatja meg, illetve a zsidóság szerepét a város életében. Ez Újlipótvárostól Józsefvárosig tart, tehát ez egy komolyabb útvonal. Van egy budai programunk, az a következő, ami a második kerületet járja be, egyrészt turista utak mentén, másrészt pedig a modern építészetre fűztük fel, ami egy sokkal tágabb dolog, mint a házak. Nekünk ez egy nagyon fontos alapelvünk, hogy az épület, a tégla, a beton, azok a keretek, amit az emberek töltenek meg tartalommal. Van egy olyan sétánk, ami az újrahasznosított belvárosi tereket mutatja be, a Szabadság tértől a Korvin áruházon át a Korintia szállóig, és a negyedik pedig egy Szent Imre városi séta, amelyik a Hotel Gellértől indul, és eljut a viszonylag kacskaringósan a Móricz Zsigmond körtérre. Ez egy pillanatfelvétel a Horthy korszakról, és azt mutatjuk meg, hogy hogy jött létre ez a városrész. Mindjárt beszélni fogunk arról, hogy maga a város hogyan jött létre, de úgy tudom, hogy most volt valami nagyon sikeres sétátok a Gellért fürdőben. A Gellért szállóban Gellért volt. Gellért szállóban, igen. Ez egy nagyon fura budapesti sajátosság, hogy van egy egybeépült fürdőnk és egy szállodánk, ami egy csodája lehetne a világnak. Két kézben van, külön kezelik, és mi a szállodában tartottunk sétát. A szálloda, ami most 103 éves volt, ez bezárt. És ez egy elképesztően sikeres program volt, nem győztük kezelni az érdeklődést, tehát ilyen kvázi hisztéria alakult ki, hogy a jegyekhez hozzá lehessen jutni, tehát tényleg órák alatt mentek el több száz jegy. Alig győztünk sétákat tartani, a végén már 24 órán át folyamatosan tartottunk programokat. És ez azért volt valószínűleg, mert a Hotel Gellérthez mindenkinek fűződik valamilyen személyes emléke. Tehát aki Budapesten, nem is kellett, hogy itt felnőjön, csak járt,
annak valamit jelent a szálloda. Ezt szinte minden sétálónk elmondta, hogy vagy ott volt valamikor Mártonnapi bálon, vagy oda járt strandolni, vagy bármi más élménye volt. Tehát valahogy ez egy nagyon személyes beleépült a városba, és mi ezeket szeretnénk megmutatni, ami ennyire a részünké válik, hogy ezt közösen dolgozzuk fel. Világos. No, ennek a könyvnek itt van nálam az ajánlója, a mai felolvasások közül az első, amit mit megteszek, ez így hangzik. Szerencselovagok és hivatásos bajkeverők, hazafiaskodó zsidók és sólet zabáló fajvédők, megalomániások és minden rendszerhez ügyesen símulók, férfi imitátorok és élelmes bölcsészek, akik márványból és trabant ülésből megformálták a szívünk csücskét, Budapestet. Négy séta és számtalan történet át a főváros színes szagos oldalán a hosszú lépés nyárunk alapítóitól, fotelkalandoroknak és városi felfedezőknek. No, a sztori eleje, amikor létrejön maga a főváros nem sokkal a kiegyezés után. Hogyan nézett ki ez a helyzet, amikor ez a három korábban különálló város vagy városrész egyesült? Miért jött létre a Budapest, hogyan jött létre, és mi történt aztán? Ez a három város nagyon széttartó történelemben bírt addigra. Tehát Pest egy ilyen igazi, dinamikus, élettel teli, elképesztően pezsgő, tehát hogy Pest egy ilyen pulzáló város volt. Úgy érdemes elképzelni, hogy Pest az teljesen magától alakult ki. Tehát, hogyha van organikus fejlődés városoknál, akkor az Pest. Pest annak köszönheti a létét, hogy az Alföldnek a legészakibb és legnyugatibb csücske a Duna mellett. És ugye a Duna volt a fő közlekedési útvonal, tehát mindent, amit Magyarországon az Alföldön megtermeltek, ha valaki el akarta adni, Pestre hozta, Pesten volt évente négyszer heti vásár, amit úgy érdemes elképzelni, hogy négyszer volt, több napig tartott, több hétig tartott, nagyjából kitöltötte az emberek életét erre való készülődés, és akkor Pestet valami embertelen nagy tömeg lepte el, tehát mondjuk egy 50 ezeres városban megjelen 80 ezer ember egy vásáron, tehát ott mindenhol árusítottak, mindenhol kereskedtek, mindenhol pulzált a város. Ez volt Pest. De nagyon érdekes, hogy önmagában ez a lokáció mennyire meghatározza egy városnak a létrejöttét, meg a jövőjét, hogy sokat beszélünk arról a geopolitikai sajátosságról, hogy hol van, nem tudom, hogy miért fontos a Panama csatorna, vagy hogy hogyan lehet eljutni Oroszország felé, de ez, hogy Pest az Alföld, hogy fogalmaztál, legészakibb és legnyugatibb csücske, ez így még nem merült föl bennem, miközben valószínűleg a jelenben is van ennek realitása. Mi van Budával? Hát Buda eközben egy álmos, poros, nyugodt, szokásainak rabjává váló kisváros volt. Olyan kisváros, amiből egyébként szerte Európában több száz van, és olyan különösebb jelentőséget nem adott neki semmi. Buda úgy határozta meg magát, hogy nem Pest, hanem annál egy komolyabb dolog, itt nincsenek ilyen nagy vásárok, hanem itt ennek van egy tisztessége. És mellette volt egy nagyon jelentős katonai élete, tehát egy katonai központ is volt. Ez mit jelent? Hát azt jelenti, hogy ugye a Budát meghatározó épületek közül kettő, amiről érdemes beszélni, ugye egyrészt ott volt a királyi palota, ugyan nem volt az ott király, aki székelt volna, de azért a palotát fenntartották, és ezzel járt egy elég komoly katonai infrastruktúra, meg hát ott volt a citadella. Tehát a citadella, aminek egy nagyon világos üzenete volt, a Gellért-hegyen legmagasabb pontján a város belső részének, az azt mutatta, hogy itt világos legyen, hogy itt ki a főnök. Tehát az egy nagyon egyértelmű szimbólum volt, nem véletlenül volt egy nagyon gyűlölt épület a citadella, tehát folyton felmerült a lebontása is, nem véletlenül van ott szabadságszobor, tehát hogy azért ezek nagyon... De az ellenpontozza a citadellát? Vagy? Persze. Tehát az, hogy ott van egy szobor, ami a szabadságot jelképezi a citadellánál, amikor felállították, akkor az nagyon élő emlék volt, hogy a citadella mit is jelent. Persze. Világos. Tehát három ilyen pont volt a város körül, a Ludovika, az új épület a szabadságtérhelyén, és a messze a legnagyobb a citadella, ahonnan konkrétan volt, hogy lőtték Pestet. Tehát mondjuk a 48-49-es forradalom és szabadságharc idején onnan ágyúzták Pestet. Tehát a Városligetbe meg kellett menekülni, mert ott már nem értek el az ágyuk. Szóval abszolút. Ez egy nagyon szimbolikus, jelentőségi dolog volt. És akkor ott volt Óbuda, ami meg aztán hát végképp, tehát Budához képest is elmaradt. Tehát Óbudán, ugye ott voltak szőlőművesek, ezeket Braunhaxlereknek hívták, volt egy nagyon jelentős zsidó közösség, de ez a zsidó közösség ez azért alakultott ki, egy előnyt használtak ki a földesurak Óbudán, amit aztán később továbbítek ezt az engedményt, hogy Óbudán letelepedhettek zsidók, és azok a zsidó kereskedők laktak Óbudán, azok virágoztatták fel, akik egyébként a pesti piacon árusítottak. Csak Pesten nem lakhattak zsidók, nem is alhattak, és ezért az volt a... Nem alhattak zsidók Pesten? Nem, a 19. század elején kezdték ezt csak feloldani, előtte nem alhattak ott.
Tehát, hogy ellenőriztek embereket, hogyha zsidó, akkor nem alhat Pesten. Hát ez fel sem merült, hogy ott aludjanak, tehát hogy ez egy nagyon világos tilalom volt, úgyhogy ezért először csak a városfalon belül nem telepedhettek le, ugye ez volt a fokozatos feloldás, de hát Óbuda addig volt jelentős, amíg a zsidóknak ott kellett lakni, és akkor ilyen kvázi közlekedési dugók voltak a mai főutca Frankeleó útvonalon, ahogy jöttek, mentek be az árujukkal minden nap. Aztán megtörténik a kiegyezés, és nem sokkal később ez a három nagyon különálló település az egyesül. Ez miért történik meg, és mit okoz? Ez egyértelműen arról szólt, hogy Magyarország mutassa meg magát, hogy mekkora. Tehát egyrészt a három város addigra a gyakorlatban is egyesült. Tehát együtt léteztek, ez egy jogi különállás volt. Addigra eltérő karaktere megvolt mind a három városnak, ez valamennyire még ma is megvan. De az a szükségszerűség, hogy a magyar nemzetnek legyen egy fővárosa, amelyik Bécsnek méltó párja, itt mindent Bécshez mértünk. Tehát minden arról szólt, hogy legyen nagyobb, mint Bécsben. És Budapestnek az egy nemzeti projekt volt, tehát hogy az egész nemzet kezdeményezése volt, állami pénzből fejlesztették, és volt egy nagyon világos geopolitikai célja is, az, hogy ha ki ide jön a Balkánról, az lássa, hogy itt micsoda nyugati nagyváros van. Tehát, hogy ez legyen a legkeletibbi nyugati nagyváros. Ezért épült ki mondjuk az Andrássy út. Tehát, hogy abban egy nagyon világos. Tehát, hogy az azért, meg, hogy Andrássy Gyula jól keressen egyébként az ingatlanját. Hát mellette azért mindenkinek megvoltak a maga személyes érdekei is, persze. Ebben nincs újdonság. Igen. Viszont mellette tényleg az volt a cél, hogy aki ide jön Belgrádból, Bukarestből, Szófiából, az azt lássa, hogy itt micsoda nagyvilági élet van, és hát a kontraszt hatalmas volt. Van a nagyvilági élet, ez egy idézetem is a könyvből, ezt egyébként Hont Andrásnak ajánljuk. Érvül is akár arra, hogy a vonatkozó vitáibat föl tudja használni, meg azért, hogy megvegye a könyvet. Egy 1896-os úti könyvből, tehát már Budapest létrejöttét követően idézek, az Erzsébet városban, akár csak Konstantinápolyban mindenki az utcán él, a boltajtóban vagy a kapuban áll, ül, beszélget, kávézik, köt, var, látogatót fogad, kölcsönt kér és kölcsönt ad. Másutt a kölcsöntárgya pénz, itt főzőkanál, vöröshagyma, fél citrom, mosóteknő, két tojás. Sehol annyi a jótékonyság intézet az egész fővárosban, mint az Erzsébetvárosban, tudja Isten, hány mindenféle nyomorúságon segítő intézmény talál helyet a Kerepesi út és a Király utca között, valóságos mágnás negyed, mert nem a főnemesség, hanem a szívnemesség alkotott. Mit tudunk erről az időszakról? Mi történik itt? Hát egyrészt Erzsébetváros azért egy nagyon izgalmas hely, mert ugyanakkora volt méretében, viszont 4-5-ször ennyien laktak benne, mint most. Tehát valami iszonyatos zsúfoltság lehetett az utcán. Tehát az Erzsébet város, amit most azzal szoktak bírálni, hogy lakhatatlan, élhetetlen, az 4-5-ször zsúfoltabb volt. Igen. Ez így volt. És kik ezek? Mindenki. Tehát van egy közkeletű tévedés, hogy van pesti zsidó negyed, nincs. Tehát olyan, hogy ilyen klasszikus zsidó negyed vagy gettó Pesten, ez először 1944-ben volt. Előtte Pesten ilyen nem volt, ahol kötelező lett volna zsidóknak lakni. De úgy alakult ki, hogy a Deák tér volt a központ, ahogy ma is, tehát az, hogy a város központja az hol van, az egy teljesen organikusan alakult így ki. És a városfalon kívül telepedett le mindenki, aki nem volt katolikus. Tehát ott éltek szlovákok, magyarok, zsidók, németek, zsidók mellett éltek ugye katolikusok, evangélikusok, reformátusok, mindenféle vallásnak a hívei ott voltak, mindenféle nemzetiségnek, és hát nagyon sok élet volt ebben a városrészben, és egy ilyen nagyon zegzugos városrész lett, aminek az oka az ott keresendő, hogy ez valaha mezőgazdasági terület volt, és ugye felparcellázták, a parcella az hosszú, és ezek megmaradtak. Tehát, hogy ezeket a parcellákat egyesével alakították át lakóházzá, és emiatt vannak ezek a nagyon hosszú, sokudvaros, zegzugos házak Erzsébetvárosban. Van még egy nagyon emblematikus szereplő, aki szintén ez a nagy élethez kapcsolódik, ő pedig Littmann Pepi. Az ő sztoriát kb. Ti túrtátok elő, nem?
Igen, Littmann Pepiről itt-ott lehetett olvasni röviden, de a jelentőségét azt hiszem, hogy eddig még nem ismerték fel, úgyhogy ha ehhez már hozzá tudunk járulni a könyvvel, akkor ki boldog. Mit kell róla tudni? Mert amikor én olvastam, akkor nekem rögtön, bocsánat a profán párhuzamért, Pipás Pista jutott eszembe, aki az én környékemen, ugye őt most Torockai László fedezte föl, mint édes krumpli chips névadót. Ugye Pipás Pista az egy férfinak öltözött nő volt, egy betyár drag king tulajdonképpen, akit csak elfogva terítették, hogy igazából nem is Pista, hanem nő. Na most ennél sokkal szórakoztatóbb a mi Pepink. Littmann Pepi valahol Galíciában született, abban a nagyon nyomorúságos világban, ahonnan azért, aki csak tudott, az el akart menekülni. Egy ortodox zsidó asszony volt, aki takarított ott egy olyan házban, ahol nagyon sok zenész és ilyen mulattatók szálltak meg, és ahogy énekelt takarítás közben, felfigyeltek a tehetségére, megérkezett Budapestre, és férfi imitátorként lépett fel az 1910-es években. Alapvetően volt itt egy ilyen elképesztően gazdag mulatóvilág, aminek a nagy része jiddisül és németül volt, mert ahogy integrálódtak a különféle származású emberek a budapesti világba, nappal integrálódtak, de azért éjszaka az álmok világában, a szórakozás világában azért megtartották inkább az eredeti nyelvüket, és nagyon nagy volt a jiddis kabaré Budapesten. És ennek volt az egyik legnagyobb sztárja Littmann Pepi, aki ortodox zsidó létére férfi imitátorként lépett fel. Azért is tudunk róla elég sokat, vagy lehet előkeríteni róla forrásokat, mert vannak készült róla filmfelvétel, ez egyik első magyar filmfelvétel róla készült róla, meg vannak a hanglemezei közül néhány, ahol mondjuk jiddisül énekel az automobilokról, és aztán elmegy Budapestről, és New Yorkban is élt, Bécsben, Odesszában, mindenfele a világban, tehát minden vannak nyomai szerte, világszerte. Nagyon kevesen dolgozták még fel a történetét. Magyarországon egy-két cikkettől eltekintve csak archív forrásokkal lehet találkozni, de ezek a cikkek is inkább egy bekezdés egy könyvben, de az egész jelentőségét még nem kutatták föl. Szóval itt vagyunk az 1910-es években, a pesti éjszakában egy ortodox zsidó asszony férfi imitátorként dolgozik, és olyan szintre jutott a népszerűsége meg a hírneve, hogy mondjuk Jászai Mari elment megnézni, és barátnökké váltak. Tehát, hogy Jászai Mari, akiről ugye teret nevezünk el, a nemzet csarogánya, és minden egyebet el tudunk róla mondani, ő Littmann Pepit magához rangban közelállónak gondolta. De a nyugatban foglalkozott vele Ignótusz is, tehát nagyon sokan foglalkoztak vele, országos turnéra vitték Kaposvártól Marosvásárhelyig, és azért ez nagyon nem az a kép, amit a 20. századi Budapestről, vagy pláne nem a magyar vidékről, ha lehet ilyet mondani egyetlen, hogy vidék, mert nyilván ilyen nincs, de hogy amit a magyar kultúráról gondolunk, hogy azért egy férfi imitátor turnézzon ortodox zsidó létére, és ezt várják, és egy sztárként kezeljék, hát azért ez nagyon nagyon árnyalja azt a képet, amit Budapestről alkotunk. Igen, ez egy nagyon érdekes olvasztótéke. Próbálom megtippelni, nem biztos, hogy erről nektek van tudásotok, hogy egy ilyen vegyes nyelvű, kultúrájú, vallású fővárosban egy karácsony az milyen lehetett? Tehát hogyan telhettek akkor az ünnepek? Hát a karácsony az egy tipikusan városi ünnep, amivé most vált. Tehát, mert ugye mit csinálunk? Fenyőt állítunk, vásárolunk, együtt van a család, és ennek vannak nagyon erős vallási gyökerei természetesen. De annak a fajta karácsonynak, ami kialakult, egyébként világszerte, ebben mi viszonylag szerencsések vagyunk, mert ez egy német szokás, és német mintákat követünk bármere, és hozzánk Németország, meg a német kultúra elég közel áll, tehát bécsi közvetítéssel jutott el ide. De a budapesti karácsonyok azok könnyen válhattak volna nem az összetartozás jelképévé, hanem inkább a különbségek jelképévé. Tehát maga a fenyőfa állítás, maga az, hogy a karácsonyfa létezik, ez egy kifejezetten puritán protestáns szokás. Tehát ma ugye nagyon sokan vannak, akik ugye ország karácsonyfáját állítanak, ami ilyen felhőkarcoló méretű lassan. Ez nem innen indult. Luther Márton volt állítólag az első, aki égő gyertyákkal díszített egy fenyőfát, és ő indította el a karácsonyfának ezt a hagyományát. Ugye ezzel kontrasztban volt, tehát úgy érdemes néznünk, hogy a barokk templomokkal nézzük meg a reneszánsz templomoknak a aranyozottságával, a pompájával hoz képest, de egy nagyon világos kontraszt volt, egy egyszerű kis fenyőfa. És ahhoz, hogy ez a szokás elterjedjen, hogy fenyőfát állítunk, ahhoz a városokra volt szükség.
Nagyjából azt lehet látni, hogy az arisztokraták hozták magukkal a szokást, és ahogy annyi minden másnál, ez így szépen szivárgott lefelé a társadalom többi rétegébe. A városi polgárság szokása lett a fenyőfaállítás, és ami ezt igazán elterjesztette, az egy technikai vívmány volt, a vasút. Amennyiben? Hát valahogy szállítani kellett a fákat. Tehát amíg nem volt egy jól kiépített vasúti hálózat, addig nem lehetett a fenyőfát se hozni. Pláne ilyen messzire is ilyen mennyiségben, amit egy városi lakosság megkövetel. Tehát mondjuk Móricz Zsigmond először felnőtt korában Budapesten látott karácsonyfát. Az Alföldön ilyen nem volt. Tehát valószínűleg Tompán a te őseid nem állítottak karácsonyfát nagyon sokáig, mert miért tették volna, nem volt ott fenyő, tehát az egész értelmezhetetlen volt. Az, hogy ez elterjedt, az egy kifejezetten városi szokás volt, és ami nagyon fontos, hogy ebből nem lett egy ilyen katolikus református harc, meg nem lett annak a szimbóluma, hogy mi aztán itt elutasítjuk Dafke is azt a német területekről jövő szokásokat, mert azért lehetett volna egy ilyen kuruckodás is ebből. Nem ez lett, hanem nagyon sokan kezdtek el karácsonyfát állítani, nagyon sok zsidó családban is megjelent, és hát nyilván, ahogy ez egyre inkább lett széles körben elterjedt szokás, úgy vesztett a vallási tartalmából is. Világos. El fogunk most menni egy rövid kis szünetre, utána innen folytatjuk, megnézzük, hogy mit tesz az első világháború Budapesttel, mi történik a két világháború között. Lesz egy szocialista korszak, és a jelenbe is megérkezünk. Azt kérem, hogy utána is tartsanak velünk. Ceglédi kérdezi. Nem a megszokott témák, nem a megszokott kérdések. Közéletről másképp. Ceglédi Zoltánnal. Folytatódik a Spirit FM-en a Ceglédi kérdezi. Vendégem továbbra is Merker Dávid, a Hosszú lépés járunk, illetve a Hosszú lépés Budapesten című könyv egyik szerzője, társszerzője. Ugye múlt héten a vidék volt a témán, Gőgös Zoltánnal beszélgettünk, most megérkeztünk Budapestre, és azon belül is a karácsonyi tematika a kiinduló pontunk ahhoz, hogy valamit meséljünk a fővárosról. A műsor első részében lényegében az első világháborúig jutottunk el. Azt már nem beszéltük meg, hogy mit tesz Trianon a fővárossal, tehát mi történik, amikor itt van ez az egyébként korábban egy birodalom fontos központját, de nem egyetlen nagyvárosát jelentő Budapest, ami ott találja magát egy olyan Magyarországban, egy olyan megcsokított országban, ahol messze fölé nő a megmaradt országrészeken található városoknak. Hát ez egy borzalmas sok volt. Tehát ez mai fejjel felfoghatatlan sok volt. Ugye Magyarországon a kiegyezés az egy kényszerű kompromisszum volt, amiről egyébként ezt nagyon fontos tudnunk, hogy a politikai támogatása abban a korban nem volt meg a magyarországi magyarok körében. Tehát úgy nézett ki általában a parlamenti választás, hogy akik támogatták a monarchiát, akik a kiegyezés pártján álltak, azokat a képviselőket a nemzetiségi területeken választották meg. Persze nem volt általános választójuk, de a magyar többségű területeken, különösen az Alföldön, ott rendszeresen függetlenségieket választottak meg, tehát hogy ők úgy, ez egy ilyen nagyon fura kettősség volt, hogy a monarchia áldásait élvezték, de közben folyamatosan függetlenséget szerettek volna kivívni az országnak. Hát ez sikerült. Tehát ez az első világháború végén Magyarország visszanyerte a függetlenségét, de azért ebben olyan nagyon sok köszönet nem volt. Hát ugye egy nemzetiségi alapú függetlenség van, hogy Magyarország azért a magyaroké, mert levágnak róla egy csomó másik magyart, meg egy csomó ennyi sokkal multikulturálisabb területet. Igen, tehát Magyarországon az, amit Szent István országának hívtunk, az ott véget ért. És ez egy sokkoló esemény volt. Azért is sokkoló volt, mert hogy 1918 nyarán úgy tűnt, hogy Magyarország minden célját elérte a háborúban. Tehát gyakorlatilag az egész Balkánt megszállták az osztrák-magyar katonák, Románia nagy részét is megszállták, mindenki le volt győzve, Oroszországgal már nem kellett harcolni, szóval úgy tűnt, hogy ez akkor így rendben van, és akkor egyszer csak egy pillanat alatt összeomlott a front, és a semmi közepéből megjöttek a különböző katonák, többek között románok is. És azért azt, hogy Magyarország, amelyik mindig a kissé bizonytalan identitását, azt, hogy ugye Ausztriához mérjük magunkat, az volt az egyik fele, hogy az osztrákokhoz képest hol tartunk, az meg a másik, hogy ezek a balkáni népeket, ezeket úgy gondolták, hogy mi olyan kultúrfölényben vagyunk hozzájuk képest, hogy az nem is lehet minket egy lapon említeni velük. Tehát, hogy itt a fejekben nem az volt, hogy nekünk Belgráddal, Bukaresttel kéne versenyezni, hanem azt, hogy Bécssel, Berlinnel, Londonnal, Párizssal. Na most ebbe a történetbe az, hogy bejött a román megszállás,
azért az minden alapját megkérdőjelezte annak, amit gondoltunk, vagy gondoltak az elődeink Magyarországról, Budapestről és arról a szerepről, amiben ők bíztak. Meg azt is fontos megemlítenünk, hogy Magyarországon 1848-49 és az első világháború vége között nem volt semmilyen harci cselekmény. Tehát emberemlékezet óta nem volt ilyen, hogy teljes békében nőttek föl generációk. És nekik a háborúval szembesülni, az aztán különösen veszélyes volt, mert ugye előtte nem volt ilyen. Tehát nem volt mihez nyúlni. Nagyjából olyan, hogy ne adj Isten, hogyha most kitörne egy háború, mi se tudnánk, hogy mit csináljunk, mert az a sok bölcsesség, az a tudás, amit átadtak a mi eleink egymásnak, hogy van mihez nyúlni, az elveszett. Nem volt mihez nyúlni. Fogalmuk se volt, hogy mit kell ilyenkor csinálni. Aztán, ami még tetézte a bajt, hogy nem csak az ország nagy részét elszakították. Nem csak arról volt szó, hogy egy ilyen teljesen turbulens forradalmakkal, szélhámosokkal, tanácsköztársasággal teli időszakban vagyunk, ahol tényleg a bukott kolozsvári újságíró kis sikkasztás miatt menekülő Kumbélától kezdve a liftgyáros miniszterelnökig minden volt, hanem emellett megjelent Magyarországon rengeteg menekült is. Tehát nagyon sok mindenkit elűztek a magyar elitet, a magyar középosztálynak a nagy részének el kellett jönnie a hazájából. Ez azt mondod, hogy megérkeznek azok, akik Magyarországon akarnak továbbra is élni, csak ugye ami eddig Magyarország volt számukra, az otthonuk az már nem az. Igen. Kik ők? A tanárok, a vármegyei tisztviselők, több százezren voltak, akik megjelentek így, és hát egy olyan városban kellett volna őket elhelyezni, ahol egyébként amúgy is végzetesen lerongyolódott volt, és minden, és összeomlás közepén megjelentek itt, tényleg tízezrével menekültek százezrével. Ezeket az embereket alapvetően vagonokban tudták elhelyezni, tehát vannak, akik több éven át egyes családok egy-egy tehervagont kaptak, hogy az legyen az otthonuk kitolva az állomás szélére. Ez nem csak a pályaudvarokon volt így, hanem mindenhol. Tehát mondjuk a mai Margit hídi hévmegálló területén, az volt Császárfürdő vasútállomás néven üzemelt, mint hévmegálló, ott is élt néhány család. Tehát mindenhol voltak ilyen vagonok. Az az érdekes, hogy van itt egy nagyon szomorú kontraszt, hogy a műsor első felében beszélünk egy városról, ami létrejön a kiegyezés után pár évvel, dinamikusan fejlődik, egyesül, és csupa olyan jelződ van, ami a befogadásról, színes, multikulturális kultúrák egymás mellett ér, és egymás a hatásáról szól. Amit én meg szoktam jegyezni Trianon kapcsán, hogy igazából először ugye 1920-ban lenyesik az ország jelentős részét, majd Magyarország úgy dönt, hogy ez kevés, és lábon lövi magát ugye az első zsidókat keményen korlátozó szabályokkal. Már ha jól gondolom, hogy ezek az ekkor ugye numerus clausussal ez van, ez ekkor történik először. Szerintem nem csak a szabály a kérdés önmagában. Tehát az is fontos persze, tehát hogy... A hozzáállásra akarok rákérdezni, hogy szerintem máshogy is állnak hozzá. Hanem a hozzáállás pontosan. Tehát az a durvább, hogy 1910-es években ugye itt született Magyarország Herzl Tivadar, aki azt vallotta, hogy a zsidóság számára csak az a megoldás, hogyha magát nemzetként definiálja, és visszaköltözik a 2000 éves számüzetés után, önálló hazája lesz. Ő itt született Budapesten, és mégis a budapesti zsidók bolondnak tartották. Tehát azt mondták, hogy ez az ember, ez őrült. Nekik nem kell Jeruzsálem, nekik itt van Budapest, nekik nem kell a Jordán, itt van Duna, menjen innen el. De nem érzékelték a folyamatosan romló megítélést és az ebből következő jogfosztást? De nem ez volt a közhangulat akkoriban. Tehát ők azt láthatták, hogy zsidóknak kinyílt a világ. Hogy egyenjogú lett a zsidó vallás, hogy sorra tűnnek el a különbségek, hogy az integráció megvalósul, hogy Budapest egy olyan város, aminek a negyede zsidó származású, zsidó hitét gyakorló ember, hogy itt ez működik az asszimiláció, és hogy ezek a kérdések, hogy lehetséges zsidó vallású magyarként élni, és ezt bátorították folyamatosan. Ami történt 1920 után, abban az volt a sokkoló, hogy a magyarságnak először kellett azzal megbirkóznia 1000 év óta, hogy van egy saját országa, ahol tényleg szinte csak magyarok vannak. És ez előtte nem volt.
Tehát mindig voltak itt kisebbségek, mindig együtt kellett élni, és akkor egyszer csak ők eltűntek. És elkezdték hibáztatni, nagyon sokszor volt valami elképesztő sok is, amit Trianon okozott, és hát nyilván valamit meg kellett magyarázni, mert az nem volt magyarázat, hogy egy nem volt szerencsénk, a hadisikerek pont elmaradtak, Amerika beszállt a háborúba, meg emellett Magyarország olyan politikát folytatott, amivel az összes nemzetiséget magára harakította. Ennek a beismerése az olyan nagyságot és nagyvonalúságot igényelt volna, ami azért nem volt meg ebben a korszakban. Helyette rögtön kellett találni valakit, akire foghatjuk a bajt. És akkor nagyon könnyen kapóra jöttek a németek és a magyarok, a városokat megteremtő kisebbségek, és elkezdték őket, folyamatosan megfordult a közhangulat, és elkezdték őket piszkálni. Hogyan jutunk el 1944-ig Budapesten? Hát Budapestnek a hangulata egyébként az ekkoriban, amennyire én rekonstruálni tudom, azért nagyon más volt, mint az országnak. Tehát, volt szabad ne feled, csak mert hogy ez nekem van egy idézetem a könyvből, ami pontosan, amiről te beszélsz, azt árnyalja némiképp, Nemes Nagy Ágnes visszaemlékezése. Ünnepélyre készültünk, négy gyerek személyisítette meg az elcsatolt országrészeket, Erdélyt, a Felvidéket, a Délvidéket, és én a legkisebb Nyugat-Magyarországot. Valami afféle volt a szövegben, hogy a művelt nyugat saját elveit is semmibe véve eltépte a... Hát én ezt nem nagyon értettem, de tisztességgel elprodukáltam a próbán, hogy a művelt nyugat saját elve és stb. A tanítónéni félbeszakított, édesfiam, ez nem jó, azt, hogy művelt nyugat, azt nem ilyen áhítatosan kell mondani, azt gúnyosan kell mondani. Gúnyosan. A gúny értelme, hangsúly az én 8 éves tudatomban épp oly kevéssé szerepelt, mint az elv szó, de hát istenkém, megtehettem, amit tehettem, és az ünnepélyem már talpig magyar ruhában, pártában, pluszlikban, a karomon címerpajzsolya a lehető leggúnyosabban árasztottam el megvetésemmel a művelt nyugatot. Egy kis leckét kaptam Közép-Európából, meg a korszakból. Tehát amikor arról beszélsz, hogy van egy e tekintetben háborítatlanabb budapesti, nem is tudom, etosz, akkor az valószínűleg erről is szól, nem? Igen, tehát volt egy hivatalos része a városnak, voltak az iskolák, ahol tananyag volt, voltak az állami intézmények, de volt mellette egy békén hagyott város. És ez mindenben elkülönült. Tehát építészetben is az állami beruházások azok szinte csak neobarokk épületek, vagy valamilyen neostílusúak voltak. Magántőkéből sokkal inkább modern házakat építettek. Tehát hogy nagyon, nagyon nagy volt a kontraszt és az elkülönülés, és ez elindult földrajzilag is. Tehát Budapestnek az egyik sajátossága, hogy itt nem voltak szegregált városnegyedek alapvetően. Tehát nem ez volt a jellemző, hanem az volt, hogy inkább egy házon belül lakott nagyon sokféle ember. Tehát van ez a klasszikus pesti bérház, ugye van benne egy gang, egy udvar, két lépcső, van a főlépcsőház, az díszes, jobb helyeken márványból van, meg van egy cselédlépcső. És akkor megvolt, hogy az első emeleti utcafronti lakásban laktak a leggazdagabbak, sokszor a ház tulajdonosa, ahogy mentünk feljebb, úgy lett olcsóbb a lakbér, mert nem volt lift, ahogy mentünk hátrébb az udvarba, úgy szintén olcsóbb lett a lakbér, de hogy egy házon belül élt nagyon sokféle ember. Tehát, hogy a ház tulajdonos, meg a cipész segéd, az lakhatott egy házban, és ismerték egymást. És ez volt Budapest egyik legizgalmasabb sajátossága. Ez elkezdett megszűnni a két világháború között. Tehát elég csak arra gondolnunk, hogy Újlipótváros és Szent Imre város hogy különült el, hogyha Újlipótváros volt a kozmopolita, zsidós, liberálisabb, baloldali városrész, Szent Imre város meg a nemzeti, a keresztény, az épületek is nagyon másként néztek ki, tehát máshogy díszítették, a népiesebb, és ez a kettő elkezdett szétmenni, és elkezdtünk olyan városrészeket építeni, ahol már megszűnt ez az együttélés. De azért az nagyon fontos, hogy azért az alapvető életérzés Budapesten végig az volt, hogy itt mindenki ismert mindenkit. Tehát nem volt olyan szintű széttartás, mint mondjuk amerikai vagy akár nyugat-európai nagyvárosokban. Hogyan szűnik ez meg? Hát arra gondolok, hogy azért a vége ennek mégiscsak az, hogy ma Budapest utcáin, a ti sétájátokon is látunk, tehát meséltek a gettóról, látunk botlatóköveket, tehát el kellett odáig jutni, hogy megtörténik mégiscsak egy nagyon durva jogfosztás, illetve a holokauszt. Persze, de az nem szűnt meg, hogy Budapesten még mindig nagyon sokféle ember lakik egy házban. Valóban megtörtént ugye a holokauszt, megtörtént a gettósítás, de azért itt is érdemes a kontextust nézni. Ahhoz képest, ami magyar vidéken történt, vagy ahhoz képest, ami más Németország által megszállt területeken történt,
Budapesten relatíve még a legkisebb volt a veszteség. Miért? Mi lehet ennek az oka? Ennek sok oka van. Az első ok, amit érdemes megnézni, hogy a budapesti zsidóság az mindig is neurók volt, mindig is integrálódott, tehát a legtöbb budapesti zsidó az nem elkülönülve élt. Tehát amikor bejött a baj, akkor volt kihez fordulniuk. Tehát nem arról volt szó, hogy elkülönülő társadalmakban éltek volna a vallási származás szerint emberek, hanem arról, hogy mindenki együtt járt iskolába, és persze szörnyű volt, hogy a zsidó gyerekeket beültették a hátsó padba, de hát voltak osztálytársaik, akiket ismerhettek. És nehezebben engedte el őket ez a közeg. Igen, tehát volt egy olyan szövet, egy olyan háló, ami fenntartott. Ez volt az egyik. Vannak persze politikai oka is, tehát hogy leállították a deportálásokat, itt már nem engedte Horthy, hogy elvigyék a budapesti zsidókat, ahogyan szó nélkül tűrte, hogy az ország többi részéből mindenkit deportáljanak. Budapesten ez már nem történt meg. Akkor jött 44. október 15 a nyilas hatalom átvétel, és a gettósítás az csak másfél hónappal később indult el, mert Szálasi egyébként ezt szintén nem szokták említeni, de nagyon vágyott arra, hogy őt elismerjék tárgyalófélnek a különböző hatalmak, és tudta, hogy ezért gesztusokat kell tenni, és például az egyik gesztus az volt, hogy nem azonnal indította el a deportálásokat és a zsidóüldözéseket. Tehát még a nyilas uralom első részében is, ahhoz képest, ami lehetett volna, nem volt annyira borzalmas a helyzet. Ez persze szintén szörnyű volt. Meg gyilkosságok történtek, meg tömeggyilkosságok, de igazán decembertől durvult be a helyzet. És decemberben a front már közel járt, erről gondolom mindjárt beszélünk is. És január közepére Pestet, ahol a gettóba zsúfolták a zsidóság nagy részét, meg Újlipótvárostól a nemzetközi gettó volt, ezt január közepén a szovjet hadsereg felszabadította, mert ebben a kontextusban ez egyértelmű, hogy ez egy felszabadítás volt. Na, mit találnak itt 44. december, de 24-én karácsonykor? Én szerintem itt egy olyan pillanatfelvételt érdemes tennünk, ami nagyon sokat elmond a Budapestről, a lelkiállapotunkról, az embereknek a félrenézéséről, meg a ragaszkodásához, a normalitásról. Álljunk meg egy picit 44. december 24-én Schwabhegyen, a fogaskerekű megállójában, ahol a cukrászda is van, és egy ilyen nagyon idilli, békés polgári környezet. Egyrészt ott a konkrét fogaskerekű megállóban gesztenyesütők voltak, karácsonyfaárusok, amikor megjelentek az első szovjet katonák a fogaskerekűn utazva. Mert hogy ekkor zárták be az ostromgyűrűt, felszálltak a fogasra, az első egyenruhás személyek, akikkel találkoztak, azok a kalauzok voltak. És kérték a jegyet tőlük? Erről nem szól a fáma, de az órákat vitték. Szép. Eközben tényleg teljes pánikot okozott, hogy megjöttek a szovjetek, erről nem volt szó. Tehát, hogy az, hogy tudták, hogy majd egyszer lesz valami, de az, hogy itt most ostrom van, bezárult az ostromgyűrű, vége a dalnak, ez akkor derült ki, pont karácsonykor. Tehát egyrészt ott van egy ilyen idilli, a normalitás látszatához ragaszkodó karácsonyi készülődés, mellette megjönnek a szovjet katonák, és onnan egy 100 méterre a gestapo kínzókamrái voltak. Ugyanott a Schwabhegyi egykori szanatóriumokban, azokban az épületekben, ahova egyébként a modern zsidó polgárság járt kikapcsolódni. És ez így egyben egy olyan pillanatfelvételt ad, ami szerintem sokkoló. Tehát amikor arról beszélünk, hogy ma buborékokban élünk, és mindenki csak azt látja a világból, amit akar, és erre milyen digitális platformok vannak, én azt látom, hogy ez mindig is így volt. Tehát aki 44. december 24-én Schwabhegyen gesztenyét vásárolt, és karácsonyfát szerzett, és ezzel foglalkozott, miközben onnan tényleg méterekre kínzások, gyilkosságok történtek, és valamit jött a front. És jött a front. De nézzük meg azokat is, akik mondjuk a gestapo kínzókamráiban működtek. Hát ők is, ahelyett, hogy az életüket mentették volna, ahelyett, hogy harcoltak volna, azzal foglalkoztak, hogy hogyan lehet szadista módszerekkel embereket meggyilkolni, elszedni az értékeiket. De egész sokkoló. Picit lesz csak vidámabb, amire áttérek. A könyvből tudtam meg, hogy ugye a következő időszak egyik emblematikus története Kádár János villája, erről is hosszan írtok, de hogy Kádár János igazából kétszer költözött be ebbe a budai villába, ha jól tudom. Tehát, hogy először, mert ugye azt szokták mindig emlegetni, hogy ott betemette az úszómedencét, meg csirkéket tartottak, de ugye először, ha a könyvben azt olvastam, hogy ő még élvezte a jólétet, és szerette azt a villát.
hát eredeti formájában. Hát azért a jólét az szerintem egy nagyon enyhe kifejezés arra, amit a 40-es évek végén Kádár János élvezett. Ugye ő az élete nagy részét bujkálással töltötte, nyomorban élt, nagyon rossz körülmények között, és akkor egyszer csak ebből érkezve, meg az illegális kommunista mozgalomból, egyszer csak ott találta magát, hogy az ország egyik legfontosabb embere lett, szerzett magának egy villát a Szemlőhegyen, a Cserje utcában. Az úszómedencét ő ásatta ki. De hogy először kiásatta, hogy azt jelenti. Hát az ő volt. És akkor egyszer csak, ahogy jött ez a hirtelen jött hatalmi pozíció, úgy is ment el, koncepciós perben börtönbe zárták, és akkor innentől kezdve két dolog motiválta az otthonával kapcsolatban. Az egyik az volt, hogy neki volt egy nagyon erős kötődése a helyekhez. Tehát neki mindent vissza kellett szerezni, azt a helyet, ami megvolt neki. Neki ugyanabban a villába kellett visszaköltöznie neki a Jászai Mari téri Fehérházba, a képviselői irodaházba. Azt kellett a párt központtá tennie, mert a belügyminiszterként azzal foglalkozott. Tehát neki a helyekhez egy ilyen nagyon-nagyon erős kötődése volt. De hát azt is tudta, hogy azért az a imázs, amit ő maga körül kialakított, hogy ő a nép egyszerű gyermeke, ezzel tud népszerűséget szerezni, ezzel tud Rákosihoz képest meg az ország nagy részétől teljesen elérhetetlen távolságban levő, kicsit mint az Olympuson ültek volna a pártvezetők, így éltek a 56 előtt, hát ezzel valami kontrasztot kell képezni, és akkor ebből jött az imázs, hogy akkor ő lesz, aki krumpli helyre leteti a tyúkokat. És amit a könyvben is megírtunk, azt onnan lehet tudni, hogy az épület mellett működik egy óvoda. És ebben az óvodában rózsadombi gyerekek generációi jártak, akik mindig elmesélték, hogy tényleg az volt, hogy ott voltak a tyúkok, a szomszédban ők játszottak velük, meg dobáltak át nekik dolgokat, és tőlük lehet tudni azt, hogy ez így működött, meg lehet tudni a másik szomszédtől, Ilyes Gyulától, aki panaszkodott a kakaskukorékolásra, hogy azért ő aztán tényleg igazán mély szegénységből jött meg pusztákról, de ő is úgy volt vele, hogy ha már ide eljutott, akkor azért nem szeretné a kakasokat hallgatni. Világos. A másik, amivel a könyvetek szintén részletesen foglalkozik, és leírja a történetét, és ebből az időszakból, és a karácsonyi tematikát illetően is releváns, azt úgy nevezitek, hogy a szerethető plédoboz, a Korvin áruház, aminek a múltja még a szocializmus előttről van, és jelenleg is, hogy majd megérkezzünk a jelen időszakba, jelenleg is kérdés az, hogy pontosan merre indul el. Igen, a Korvin áruház az egy gyönyörű példa volt egyrészt arra, hogy mennyire sikeres lehet valaki jó marketinggel. Tehát a Korvin az sosem luxusra célzott, hanem az volt az elérhető áruház. Tehát az volt a cél, hogy aki a keleti pályaudvarban megérkezik, az a nagyvilági nyüzsgésből kapjon egy kis ízelítőt, és úgy érezze, hogy ő része ennek a fényes, nagyvonalú világnak. Emellett nagyon olcsó és elérhető áruk is voltak, tehát mindenki, tehát nem nézte ki senkit azért, mert nem volt sok pénze. Ez egy igazi tömegáruház volt, és hát ezt látványosságokkal kellett fokozni. Egyébként egy picit a fenyőfára visszatérve az, hogy a karácsonyfa az lehet ekkora, mint amekkorákat ma állítunk, és hogy a méret a lényeg, és a csillogás, ez valószínűleg Amerikából jött vissza Európába, tehát ezt Amerikában tették egy ilyen kereskedelmi ünneppé, a zsidó hanukát is egyébként ott fedezték fel, mert az ilyen kicsi zsidó történelmi eseményben nem is klasszikus ünnep ez, ebből számtalan van, kiemelték a hanukát is, hogy a zsidóknak is legyen mire költeni, meg legyen miért vásárolni, és ez abszolút ilyen kereskedelmi központú megközelítés volt, áruházakból ez jött vissza Európába, és ennek volt az egyik itthoni szimbóluma Korvin. Uh-huh. Mely Korvin eredetileg egy díszes áruház volt, amit a szocializmus alatt beburkoltak. Igen, hát ugye Budapestnek annyi mentségül, hadd mondjam a beburkolóknak, hogy azért egy elképesztően nehéz helyzetet kellett megoldani Budapesten. A második világháború egyik legnagyobb városi csatája az itt volt. Tehát Stalingrádban és Varsóban végzett csak nagyobb pusztítást a második világháború. De Berlinnél már állítólag Budapesten nagyobb volt a baj, uh-huh. Tehát ezt azért így érdemes elképzelni. Ezután jöttek Rákosiék, akik a vas és acél országává szerették volna tenni Magyarországot, tehát minden pénzt a nehézipar fejlesztésére költöttek, és amikor jött Kádár, akkor ugye azt látta, hogy itt van egy szétrombolt város, egy szétrombolt ország, ahol nincs hol lakni az embereknek, és nem arra költöttek pénzt, hogy mondjuk a Korvin áruház megfelelő műemléki felújítását elvégezzék, hanem az volt, hogy akkor berakják egy plédobozba, és akkor legalább nem potyog le.
Igen, és ugye manapság meg pont azon, nem látom, hogy dolgozik-e, de elkezdte legalábbis ennek a felelőse, hogy lebontották ezt a Play csomagolást, aztán sokáig ponyva volt rajta, ami rá volt rajzolva, hogy mit szeretnének, most az is lekerült, és ezzel érkezünk meg a jelenbe, mert ti azt mondjátok, hogy attól lesz jobb a város, ha tisztában vagyunk a múltjával, ami így is úgy is meghatározza a jelent. Ha most karácsonyra készülve meg a korábbi karácsonyokon körbemész Budapesten, akkor mit látsz, milyen ez a város? Hát én azt látom, hogy a helyét keresi Budapest. Tehát nem gondolom, hogy nagyon világos iránya lenne most annak, hogy merre tartunk. Van egy nagyon egyértelmű kormányzati szándék a presztízs beruházásokkal, amire embertelen pénzeket elköltenek. Ezekbe a városlakókat nem vonják be, tehát ez egy felülről lefelé történő fejlesztés. Egyébként kicsit hasonló ahhoz, ahogy mint felépítették Budapestet a millenniumi ünnepségekre, tehát ezzel az attitűddel mennek tovább, csak azért egy eléggé megváltozó környezetben. Van Budapestnek 23 plusz egy önkormányzata, ezeknek mind megvan a maguk célja, nincs hozzá forrása. Nagyon nehéz találni 24 jól képzett hivatalnok gárdát, aki ezt menedzselni tudna a város működését. De ez azért nem baj, mert Budapest a valamiben nagyon jó, az az ilyen kicsit kaotikus helyzetekből való kimászásban, túlélésben. Hát mi találtuk ki a romkocsmákat? Igen, tehát a romkocsma a legjobb példa. Hát arra, hogy van egy nagyon necces helyzetemben, kilakoltatnak embereket romos házakból, ahol egyébként tényleg embertelen körülmények között kellett élniük. Ezeknek a helyén egy jellegtelen szállodákat akarnak építeni, ami tényleg tucatból egy lett volna. De bejön egy ingatlan piaci válság, és akkor egyszer csak elkezdjük belakni ezeket a romkocsmákat, ami nagyon ironikus, hogy ma már ezt egy ilyen turizmus kampányokban használjuk fel, és mint Budapest és Magyarország egyik legizgalmasabb destináció menedzsment, ennek ez a hivatalos szakmai kifejezése, ennyit mondhatok, ennek az alapja a romkocsma többek között. Igen, hát ez olyan, mint amikor az Erzsébet téren egy gödörbe rakunk valamit, amit el is nevezünk gödörnek, és onnantól kezdve ezt hivatkozzuk. Egyetlen perc van a műsorból, és arra a gondolatkísérletre szeretnének megkérni, hogyha mondjuk 20 év múlva sétát vezettek Budapesten, akkor milyen olyan sétát szeretnél az akkori érkezőknek, vagy az itt lakóknak akár végigvinni, aminek most még nincsenek meg a feltételei. Mit kellene tenni Budapesttel? Milyen sétát szeretnél? Gyaloghídon szeretnék átmenni. Honnan, hová? Én azt szeretném, nekem van egy ilyen álmom, ami talán egyszer megvalósul, hogy ezt a rengeteg városi nagyvonalú teret, amit most autókkal töltünk meg, abból csináljunk egy parkot. Én annak örülnék, hogyha az Andrássy úton, tehát a Városligetből elindulva, elérhetnénk úgy a budai várig, hogy végig egy parkon megyünk át, a Lánchíd egy gyaloghídként működik, és egy olyan közösségi teret teremtünk a város közepén, ami most még nincs meg, de a feltételei megvannak. Ennél jobb zárszót nem tudtam volna kitalálni sem, úgyhogy remélem hallják azok, akiknek erről dönteni módjuk és joguk van. Köszönöm szépen a szerkesztőnek, Nagy Teodórának a munkáját, köszönöm Merker Dávidnak, hogy eljött vendégnek, köszönöm a hallgatóknak, hogy meghallgattak minket, és maradjanak továbbra is a Spirit FM-en, viszont hallásra. Ceglédi kérdezi. Nem a megszokott témák, nem a megszokott kérdések. Közéletről másképp. Ceglédi Zoltánnal.